A hétfőn megérkező esős őszi időjárás sem szegi kedvét a méheskék fiatal sportolóinak, akik már aktívan készülnek az előttük álló meccsekre. A 25 éves sportegyesület egy sikeres szezon tudhat maga mögött, és szerencsére a tanév kezdetén ismét sokan szerettek volna pályára lépni. A szeptember is efele tereli a gondolatmenetet, hogy valószínűleg, hogy az idén is jó évet fogunk tudni zárni. Több ok miatt is mondom ezt. Ugye nekünk a szeptember az mindig egy ilyen várakozással teli időszak, mert ugye elmennek szünetre a gyerekek, ki jön vissza, hányan leszünk, meg leszünk-e minden korosztálya, stb. Stb. És most a legkellemesebb gondunk az, hogy egyre több gyerek van, és a kollégáim meg viszont kevesen vagyunk, és elég nehéz úgy szétosztani a korosztályokat, meg a gyerekeket, hogy tényleg érdemi munkát tudjunk végezni, de hát ennél rosszabb gondjaink soha ne legyenek, és reméljük, hogy ezek a gondok mindig megmaradnak, tehát mindig lesz annyi gyerek, hogy érdemes ezt a munkát csinálnunk. Mint Faragó Lászlótól megtudtuk, a bajnokságok után hamarosan a bozsikos megmérettetések is elkezdődnek, új helyszínen, Kiskörösön. Az átszervezés új feladatokkal terheli a sportegyesületet, amelynek egy másik kihívással is szembe kell néznie évről évre a szezon kezdetén, a korábbi ifisták távozásával. Most megint újra össze kell raknunk a társaságot. A legnagyobb öröm attól függetlenül, hogy Solton voltunk most az első fordulóban. Egy 2-2-es, nagyon szoros és nagyon kemény meccset játszottunk. Azt kell tudni, hogy a Solt ugye lehet játszani 5 darab túlkorosnak. Ez 2004-es gyerekeket jelent, mi csapatunknak a fele 2009-es. Tehát az elég nagy a korkülönbség, és itt ebben a korosztályban ez még sokat számít. Itt kezdnek fizikálisan fejlődni a gyerekek. A Méheskék Sportegyesület elnöke továbbá megosztotta, voltak játékosaik, akiket a felnőtt csapatba vittek tovább. Nem volna baj, hogy ilyen kúránsebb meccsekre visszakapnánk, de ugye rájuk ott is szükség van. És ez megint nagy öröm, hogy a legjobb ifistám most már másodszor kezdő, és majdnem végigjátszott a megye egyes meccseket 16 éves létére, és most az egyetlen Kalocsai volt, ő szerezte. Tehát azért úgy látszik, hogy a munkának van némi eredménye. Hát ugye a serdülő csapatunk az nagyon jó lesz, én biztos vagyok benne, hogy bajnokságot fognak nyerni. És az egyik nagy ellenféllel, a Halasi Sziládi csapat ellen csak 19-et tudtunk rúgni, és nem kaptunk gólt. És úgy, hogy ott sem volt ott mindenki, tehát ha mindenki ott van, akkor még esetleg lehet, hogy több is, de nem vagyok telhetetlen nagyon, és ami a legfontosabb, hogy nagyon szép játékkal csinálták ezt végig a gyerekek. Tényleg nekünk a mérkőzés a dolgozatiratás. Tehát ugye tanítunk, hol ezt, hol azt, hol amazt az edzésen, és a meccsen megnézzük, hogy ebből mi marad meg. És itt most nagyon sokat visszakaptunk ezen a meccsen. Jó, hát az ellenfél is hagyta egy kicsit, tehát olyan volt, hogy meg is tudták csinálni, de volt erre már példa, hogy volt olyan ellenfél, aki ugyanilyen osztálykülönbsége volt a két csapat között, és döntetlen játszottunk velük, mert mindent kihagytunk, stb. Stb. Például ilyeneken ment el tavaly a bajnoki cím az U19-be. A Méheskék az U7-es korosztálytól egészen az U19-es korosztályig várja a sportolni vágyó fiatalokat. A jelentkezés továbbra is nyitott, fiúknak és lányoknak egyaránt.